Első alkalommal szerveztek városi szintű megemlékezést a trianoni békediktátum évfordulója alkalmából. Az eseményre meghívták az oktatási intézményeket is. Az együttműködés, az összefogás az új városvezetésnek is egy nagyon fontos üzenete volt. Bízom benne, hogy a jó idő mellett, a történelmi megemlékezéssel együtt ez marad meg az itt lévő fiatalok számára. A megemlékezésen fellépett a Maros Tánc Együttes, akik a korábbi magyar tájegységek hagyományos táncait mutatták be. Beszédet dr. Orbán Imre történész mondott. Magyarország a saját erejéből állt, biztos pont Európában olyan életerős állam, amely képes a megújulásra, feladatainak megoldására, mely képes a magyarság egységének a megteremtésére. Kedves emlékezők! Mindent meg kell tehát tennünk a trianoni diktátum borzalmas nyomainak az eltüntetéséért, melynek alapföltétele a sikeres Magyarország. A sikeres Magyarország, amihez összefogásra van szükség itthon és a határokon túl. Összefogásra, erős és tetreképes közösségekre, erős és tetreképes városra, erős és tetreképes nemzetre. A műsorok és a beszéd után a jelenlévők megkoszorúzták, illetve virágot helyeztek el az első világháborús emlékműnél.